Sziasztok! Újabb PDS videóval jelentkezem, mert kértétek, mert ezzel zaklattok állandóan. És ez egy kicsit más videó lesz, ugyanis most nem akarom lehalkítani a zenét. Eddig nem volt copyrightos, szerintem ezután se lesz, úgyhogy... Meg szeretem hallani, hogyha szól a zene. Ez pedig a Meltdown nevű pálya lesz. És hogy miért? Mert éppen most megy a Crime Fest, aminek egyik lényege, hogy itt minél többször alkos. Nem tudom, mennyire leszek jó vagy rossz, az előbb nem nagyon jött össze. Pedig az a kedvenc pályám volt. Úgyhogy... Na jó, azért egy picit lentebb alakítom. Nem, nem. Na, azt hittem észrevesznek. Nem. És észrevett, persze. Ezt nektek! Nem bírtok magatokkal. Itt a pálya eleje mindig nehéz, ezeket meg kell ölni. És azért, valljuk be, nem olyan tökéletlenek, mint ahogy látszanak. Meg is van. Már találtam is egyet, szuper. Ez a mérgezett tüske nem rossz. Ja igen, a karakter, amivel vagyok, nem más, mint Jiro. Ez az új japán karakter. Szegényt már mossák belőlük a társai. Üdvözletem! És mint látjátok, kicsit haladtam a játékkal is, 23. infémi vagyok, már lassan is fullozva. És a legérdekesebb az egészben, hogy tegnap este kezdtem el, és pár kör után azt mondta azonnal, most már mind meghaltok. De bejövök a sarokba. Egyné. Igen, igen, mondtam, hogy majd a kapitányt is megmutatom. Az nem most lesz, ugyanis ebben a pályában nincsen kapitány. De végül is mindegy is, mert én egyelőre nem nagyon találtam meg a gyenge pontját. Úgyhogy azt majd egy másik gameplayben meg fogom nektek mutatni, és remélhetőleg hamarosan többiek is csatlakoznak majd hozzám, mivel már kijelentettem, hogy szeretnék videót, és páran jelentkeztek is. Oda nézzetek! És volt pofája fölmászni ezért. Gyerekek, nem zavar, hogy itt van egy kártya? Ezt még nyitott ki. Nincs itt semmi. Na, kezdve beállítom a hangot. Bocsi, hogy ezt nem tettem meg az elején, csak... Egyné. Szuper! Kicsit lentebb vettem azért. Igen, nem egy pontos fegyver, de azért jó. Ja, hallani szeretném. Bocs! Engem ne robbants fel, öcsém. Itt egy crowbard a semmiből. Oh. Igen, nekem még nincs meg a get the fuck up. Hát jó is, hogy mondja. Igen, sajnálatos... Áú! Pedig már lőttem volna. Igen, sajnálatos módon most ugye bármivel kezdtem előről. Nullázottam. Na, dzsembeljük be a harmadikat is.
Sonic on guy. Na. Gondolom a pályát nem kell magyaráznom senkinek. Mindenki tudja, hogy nukleáris robbanófejeket kell lopni. Ugyebár említettem, hogy Crime Fest van jelenleg, amikor ez a videó készült, aminek annyi az összvisz lényege, hogy különböző feladatokat kell teljesíteni. De kollektíve, tehát minden játékos beleszáll, akik ugyebár a community-ban vannak, gondolom azok is, akik nem. De community szinten fogjuk kapni az ajándékokat. Nem látok. Én várom a csipákat. Többek között volt olyan feladat is, hogy öljünk meg X mennyiségű klókört, ami teljesült is szerintem már. Aztán ugye volt az, hogy lopjunk minél több ilyen robbanófejet, ez még nem teljesült, azért vagyok ezen a pályán. Akkor mit tudom, hány billió XP-t kell szerezni kollektíve, az már majdnem megvan, azt tudom. Ott volt egy klóker. Meg shield is van. Utálom, hogyha beszmókolják, nem látom őket. Messze van innen a vevő, mi? Mondtam, hogy volt Cloaker. Kéne még. Azon gondolkozom, lehet, hogy még meg sincs az a küldi. Illetve achievement, hogy forklifttel kell kivinni az összes táskát. Már késő volt, mire megláttam. Hülye csipák. Az egyetlen dolog, ami kicsinál ebbe a hülye játékba. Csini, a sisakod levehetem? Hogyne. Amúgy ide bent is szokott lenni csipa. Csak sajnos most nincsen. Sajnos, lehet, hogy még örülök is neki. Azt a büdös. Ajaj. Ez mi volt? Annyira bámulom, hogy le is sérültem tőle. Nem már. Futni. Amúgy nem tudom, hogy mi álló helyzetbe töltök, mert már futni is tudok. Micsoda hang. Na jó, egy életem, egy halálom. Következőre már pedig kell, úgyhogy menjünk. Valaki meghalt mellettem. Ojjaj. Készíthetnéd a csipákat, aranyom? Ó, kezdje. Azt a büdös, még ott is csipa van, ahol nincs. No, basszus.
Na akkor, hozzuk. Azt láttátok? Kamikaze. Szia! Ide érdemes kihozni minden egyes ilyen forkliptet ugyanis, hogy is mondjam csak. Szóval ide nem jönnek ellenfelek. Ja igen, és még valami. Most nézem, hogy a srácnak, a Blade-nek visszatöltődik az élete. Ez egy új perknek a... új, hát... nem annyira új, na mindegy. Lényeg az, hogy van most egy ilyen perk, ami kimondotta erre megy, hogyha megsebzel valakit, nem kell megölni, belelősz valakivel, visszatölti az életed. Hihetetlen. Én is már kezdtem próbálgatni, de sajnos az én pakkomhoz nem jó. Tehát, majd még elkezdek gondolkozni rajta, hogy hogy lehetne megoldani. Mert az én rógyos, még úgy is, hogy le van nerfelve, mert sajnos hozzányúltak. Még így is nagyon erős vagyok vele. Nem véletlenül nerfelték le, csak itt az ideje majd, hogy lassan újra felé nézzek, és lehet, hogy ez lesz az, amit a többiek is használnak. Belelövök valakivel, visszatölt. Ez kimondotta a tankoknak a jó, de viszont lehetne ötvözni mondjuk, hogyha lenne kevlárom. Mert úgy tutira jól lehetne. Nem a kicsi, hanem mondjuk egy nagyobb. Csak attól megint lassú lennék, és azt nem nagyon díjaznám. Szeretek így rohangálva túlélni, meg elfutni mindenki mellett. Kicsit kezdő. Ha le akartok menni valamit a forkliftről, akkor van egy... pici kocka alakú ikon. Ne a zsákot nézzétek, hanem az ikont. Na. Látjátok így? Ez pont money. Á, ez is money. Nekem kokain kéne. Nem. Ugyanis a kokóval ellen lehet futni. Jó, ennyi, 4 fér bele. Hullom van. Ne rakjál bele többet. Régen, amikor kijött, nálunk nagyon sokszor volt az a hiba, hogy nem lehetett a nukleáris robbanó fej mellé másik zsákot rakni. Tehát ezt a kéket nem lehetett mellé rakni. Még jó, hogy ezt már kijavították. Nem nagyon értettem a logikáját. Most viszont... aha. Ez egy problém. Itt hagyom a srácot az aranyjal. Elindulok amarra. Bárhogy számolom, nem jött volna ki, mert 4 kék zsák, meg az egy robbanó fej. Bármi baj van, úgyis kiszállok. Vagy kilőnek. Legalább megmutatom azt a... Nem mutatom meg azt az útvonalat. De igen, ide lepakolok. Szia, szia! Nem érek rá, bocsi. Na, gyerünk, told el, hogy. És itt a kettő között el lehet suhanni. A kocsi nem megy át, de a forkliftek igen. Kicsit csalinkázok, hát nem talál ez a marha. Egy,
Nem Houston volt az, aki itt futott mellettem? De. Na, akkor én őt fölkaparom. Nem erre. Kidobott rám gránátot. Na gyere. Amott van a másik. Jó. Csöcsönek én is vissza, és nem. Ma én vagyok a megmentő. Átférek itt, gyerekek? Nem, nem férek át. Sziasztok! Nem érek rá. Kiterült most el? Ezt neked raktam le. Hát jó lesz nekem is. Menj. Igen, itt vannak kis átjárók, úgyhogy... Csak azért, mert hozzászóltam. Azért lőtt rám. Lédni. Ezért jó a fugitív. Lőhet rám mindenfelül az avacak, kb. Nem ér semmit. Áááá, rossz helyen jöttem be, mi? Na-na, mindegy, megyek előről. Nem, nem lőttök rám. Lehet, hogy nincs rajtam Kevlar, meg ilyenek, de... A karakterem elég erős. Ennyi. Ha babuska. Nem férek be a kocsitól. Ki is pakolnak helyettem, szupi. Ennyi. És kész is! A 48-11-31 headshot, 30-as akkurász és kétszer. Én elfeküdtem kétszer? Ja igen, az elején. Én meg azt hittem, hogy én leszek a legfekvősebb, de nem. ...69 már megint ott volt. Amikor az a rózsaszínbe, vagy magenta, vagy nem tudom minek hívják. Legyen meg a kettő? Úgy. Szupi. És így megvan a... ...Get the fuck up-hoz vezető első... ...pillér, és mindjárt oda is adom. Oda is nyomok. Vagy valami ilyesmi. Ah, cikk-cak, már megint. Múltkor szintet léptem, és azonnal adott infémit. Infémi patent, azt hiszem. Védni. Na, gyorsan is tudnak titeket felszedni. Ilyen. Na, mi a következő, gyerekek? Mestleg tök jól néz ki az a maszk. Az a koponyás. Remélem valami klasszot rak be. Ja, igen, közben láthatjátok, itt van az új FBI. Files, ez... Hát ez semmi extra. Igazából itt meg tudjuk nézni a saját adatainkat. Nem kattintok rá, mert az a baj, hogy előhozza, hogy hívják ott. Mit tudom én. What you want, amit akarsz. Tehát így elő lehet vele hozni egy ilyen cuccot, amiben meg tudod nézni a hasztereket, hogy
kisebb leírás róluk, tehát ami már eleve benne volt a játékban is. Csak kicsit bővebben. Nem nagyon nézegettem, még lehet, hogy magunkról is vannak ott adatok, de tényleg nem néztem. Ja igen, a legújabb DLC, ez hiányzik. Ez a sivárlis. Sajnálatos módon nem tudtam megvenni, mert nincs rá pénzem. Ennyi. Jaj, ne vár. Kukov. Na jó, ez úgyis régen volt. Na, de legalább overkill. Remélem ezzel nem jön a kapitány. Mert a retszen jön. Azt a maszkot. Én nem tudom, mit húzzak. Szerintem megsétáltatom a legyegyeimet, hogy engedi. Nem tudom, hogy rákattintottam-e vagy nem. Bevette-e vagy nem. And we run, he was. Vagy legyen a másik. Legyen ez, ez is jó. Ennyi, semmi extra. Vett fényeket. Nem tudom, hogy most éjszakai vagy nappali pálya lesz. Majd mindjárt kiderül, de szerintem éjszakai. Mert hihetetlen módon Kukofot egyszer láttam nappal is. Tök jól nézett ki. Mondjuk ez is olyan, mint a Reds, abból is néha jön éjszakai, néha nappali, ritkosság már. Meg mennyire örültünk neki, amikor jött. Na. Nem, végül nem sétáltatom a legyeket. Hé, hozzé, miért arra néztél? És itt lehetne egy olyan achievement, hogyha 1 millió szor megcsináld, akkor amikor följössz, akkor még élnek a sütödék. Milyen poén lenne? Jata! Almir Toast? Ez itt a rendőrség. Nem mondod. Na nézzük itt mi van. Ó, szupi, van medikünk. Nem túlzottan szeretek főzni, de majd főzök most én is. Mármint itt nem szeretek főzni. Tisztázok, itt. A konyhát szeretem. Te meg mire lősz? Azt fájni fog. És most körbefutok, meg kell az ambó. Már az elején. Buldi. Szeretem, amikor már most adja a buldit. Na gyerekek. Közben szó. Jó, nem kellettem oda. Szórom szét a meglepetéseimet. Ennyi, a többi az enyém. Sám a zenemüket, basszus. Oh,
nagyon közel a buldi. Csak megtántorodott öcsém, nem halt meg. Ah! Az csúnya volt, szegény buldi. Látom, megpróbálták lenehezíteni ezt a pályát. Ennyi bulldozer? Deadvision sem nagyon szoktam látni ennyit. Maximum fakultat. Jöjjetek már meg! Jó, nincs is töltényem, hát jó! Volt, megtántorodott a karakterem, mikor még el se indult felém. Az mi volt? Ha. Oda nem állunk többé. Láttam egy fassa a karikat. Előre érzem. Ki fogunk fogyni a lőszerből. Na, ezt nyeljétek le. Tudja csipa. Hoppá. Az összeszedem az ammót. Túl gyorsan váltottam el magam. Azért hozhatnék valami világítós fegyvert is erre a pályára, majd nem tudom.
Mászik befele meg, kifele meg. Mi ez? El sem tudja dönteni, merre másszon. Hülye béka. Jön a kapitány. Ott van hátul. Francba. Ilyen pajzsosokkal van körülvéve az űrge. Nagyon kemény. Nem lehet rajta átnőni, se csipával, se simán. Azért szoktuk úgy lőni, amúgy meg nem jön közel. Ám inkább emez. Ezt elfejtettem megtölteni. Nem csak neki lesz mindjárt problémája. Basszus. Blade megint elájult. Ezt a káoszt. Ne! Megint lenutta. Megint a hátam mögül. Az problém. Gyerünk gyerekek! Seems okay, haha, kösz. Hogy jött ez mögém? Mögém? Nem hiszem el. Most töltöttem életet, csezd meg. Az hol rúgott le? Esküszöm, ezek a padlóból jönnek föl. Nem? Fingom nincs, hol jön, de lövök. Hát ez hihetetlen. Hülye csipások.
Itt kb. Semmit nem csinálok, de nagyon jól érzem magam, basszus. Néha tényleg az a baj, hogy olyan a host, nem az ő hibája szerintem, hanem a neté, vagy nem tudom. Nem egyszer van az, hogy nem azt látom, ami történik. De most kiráz! Na de kiló! Azt mondja, később visszajön. De ne vár! Na jó van. És nem engem rúglott le, hihetetlen. Egyszer imádom, bejön. Bejön, mint a tipmix öcsi. Ez mi? És most jön a Swan Song előnye. Ilyenkor nem fogy az ammo és végtelenül össze. Ne hányjál ide! Csáv, öcsém. Igen, mióta... Mióta van, amik is drágaságunk. Ez a csoda kapitány azóta... Sokkal, de sokkal több. Cloakerünk is van. Meg nem csak az, ahogy elnézem. Kész őrület ez a pálya, tök jó. Először, az viszont muszáj. Ez az, hogy az én karakterem, ez a Rogue, az egyértelműen közelharci karakter. Túl közel nem engedhetek senkit, de túl távolra se tudok rendesen lőni. Az rifle kéne, vagy valami hasonló erős fegyver. Csipa! Mert azt szeretem. De itt az erő marha jó. Azaz. Erre vágytam én is. Most gyerekek! Maradjál földön.
Soda. Hát te meg hova most van, szöcsé? Ah. Mi ez a rezonancia, gyerekek? Engem is lerúgott. Na, ezt tud. Oké, szerintem ennyi, gyerekek. Ennyi, mehetünk. Úristen, 110 csak. Mondom én, hogy semmit nem csináltam. Jaj. Na mindegy. Mindegy, azért jó volt. Kicsit lazítottam. És... ó, ez a gameplay is majdnem egy órás lett. Jó, akkor még nézzük meg gyorsan, hogy mit pörget nekem a... szerencsekártya. De viszont elég jó XP-t kaptam érte. 1.451. Nem rossz, nem rossz. 92-es szint. 23 infémi, 92. Szupi. És nem fogom ezt használni. Na mindegy. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!